Nagyon hálásak vagyunk azért, mert Isten megáldott bennünket családokkal, gyermekekkel, unokákkal, nagyszülőkkel, és hát ebből egy ízelítő, hiszen azokat, akiket most itt láthattunk, néhány évtized múltán, ők lesznek azok, akik harcolnak majd az Isten országában, mert nagyon hamar fölnőnek. Azok a gyerekek, akikkel először énekeltük ezeket az énekeket, még Révész Dani vezetésével, vagy ezt az éneket is, amit utoljára hallottunk, hát azóta már fölnőttek minden azokban a táborokban. De Isten hatalmas dolgokat készített el. És igen, olyanokat is, amiket még el sem tudtunk, vagy el sem képzelhetnénk. És már hallottuk azt a történetet, de most együtt is olvassuk föl, amiről szó volt, folytatva a délelőtti istentiszteletet, Lukács evangélium második rész, 8. versétől a 20. versig. Egy olyan formában szeretném, ha mindannyian bekapcsolódnánk, hogy igaz, hogy az angyalok nem csak lányok lehetnek, de most azt kérem, hogy a hölgyek, lányok az angyalok szavát majd közösen mondják, olvassák. A fiúk, férfiak pedig a pásztorokét, a pásztoroknak a megszólalása az rövidebb lesz, de az angyaloké egy kicsivel hosszabb, a kettő közötti részt pedig majd én mondom el, vagy én olvasom el. Tehát Lukács evangéliuma második rész 8. versétől majd a 20. versig tartó szakaszt. Nekem kell szemüveg a Biblia olvasásról, Winkler Gyuli bácsit irigyeltem délelőtt, hogy még szemüveg nélkül olvashatott apróbetűs Bibliát. Ez egy különleges ajándék ilyen korban. De az a jó, hogy Isten a testünket is megújítja, és még ez is, hogy romlik a testünk, a látásunk, a hallásunk. Figyelmeztet bennünket arra, hogy Isten egy sokkal jobbat készített el számunkra. Szóval most Isten igét fogjuk olvasni. A szöveget, ami a megszólalások között vannak, majd én olvasom, és azt kérem tehát, hogy a lányok, hölgyek, nagymamák, nagyszülők, az angyalok szavait tolmácsolják, mondják, majd olvassák együtt, a férfiak pedig majd a pásztorokét. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el, elmentek tehát, sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolba fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és a szívébe forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Talán nem először, nem másodszor, hanem sokadjára hallgathatod, olvashatod ezt a karácsonyi történetet, és az benne a csodálatos, hogy nem csak egy történet, nem egy régi 2000 évvel ezelőtt megtörtént estének az eseményei, hanem az életünknek a jövőjéről szól. A szeretetről, az örömről, a békességről, amelyet Isten elhozott neki, nekünk, számunkra. A karácsonyfa állítás is mindezt azt jelzi, hogy hiszünk abban, hogy Isten szeret bennünket. A szeretet az, amely
elűzheti, kiűzheti a félelmet. Ez az, amit Isten elkészített számunkra. János első levelében, a 4. rész 18. versében, ezt olvashatjuk majd, 1 János 4.18, és ezt is olvassuk el együtt, jó? A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Azt hiszem, vágyunk erre, hogy ne a félelem, hanem a szeretet legyen Úr az életünkbe. De ez magától nem megy. Isten jelenléte nélkül a félelem igenis Úr lesz az életünkben bizonyos helyzetekben. Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy még a halál félelmünkből is kimentsen, a legrosszabb dolgokból is, hogy ő segítsen bennünket, hogy a sötétségtől, a nehézségektől, a problémáktól is az ő szeretete mentsen meg. Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent meg tudunk oldani, hanem azért, mert azt, hogy Isten velünk van, hogy szeret bennünket az Isten. Nézzük meg egy másik igét, amit szintén olvasunk el együtt. Ez egy ószövetségi ige, Ézsaiás könyvének a 41. rész 10. verse. Olvassuk el, hogy mit üzen az Isten. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek. Meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Elhiszed-e, hogy Istennek igaza van? Hogy ezt az életedben be tudja teljesíteni? Hogy neki van arra hatalma, hogy ezt még a te életedben is teljessé tegye? Nem vagy olyan pici, nem vagy olyan jelentéktelen, olyan semmi, hogy veled ne foglalkozna az Isten, hiszen érted is megszületett Jézus Krisztus. Érted is elmondta mindazt, amit olvashatunk a Bibliában, és érted is vállalta a keresztet. Hogy a szeretet helyett ne a félelem, hanem a félelem helyett a szeretet legyen az életedben az Úr. És van egy csodálatos igevers, amit többször elmondunk itt a gyülekezetben, most is olvassuk el. János evangéliumában találhatjuk ezt, a 3. rész 16. verset, amiben Isten megvallja, hogy hogyan érez irántunk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen ajándékot kaptam az Úr Jézusba? Hogyha elfogadom az Úr Jézust, az lesz az én örök életem. Örök életem. Olyat, amelyet az Isten készített el számunkra. Ez az ajándék, amit Jézus Krisztusban megkaphatok. Nem, ez nem egy gyermekkori történet csak, nem egy mese, hanem ez a valóság az életem része. Hiszen ahogy az elmúlás az életünk része, ugyanúgy az Isten szeretete is. Ahogy a félelem az életünk része, ugyanúgy az Isten jó indulata és kegyelmes. Érdemes, mindennél érdemesebb Isten ajándékát elfogadni, hogy az töltse be a szívünket és a lelkünket. Vagyis, hogy a teljes szeretet, Isten teljes szeretete kiűzze a félelmeinket, mert abból lesz elég. A másik, amit láttunk a pásztorok életében, és amit hirdettek az angyalok, az az öröm volt. Az örömnek az az ellentéte, hogy valaki szomorkodik, hogy valaki tele van keserűséggel, reménytelenséggel. De azt hirdette az angyal, hogy a nagy félelem helyett nagy öröm lesz az életünkbe. És ez akkor lehetséges, amikor a menny összeér a földdel. Azt mondja, hogy dicsőség Istennek a mennyben és a földön. És itt pedig azt kapja Isten örömét, aki vele találkozik. A pásztorok tele voltak örömmel, mert találkoztak az angyalokkal. Összeért a szívükbe, és a szemük láttára a menny a földdel. Hát erre van leginkább szükségünk. Hogy Isten valósága ott legyen az életünkbe, a szívünkbe. Hogy a nagy félelem helyett nagy örömünk legyen. Hogy tele legyünk azzal, hogy az Isten meglátogatott bennünket. És karácsony erről szól, az Isten meglátogatott bennünket, de ennél több is, hogy az életünkbe is oda költözött. Beteljesült
És ezért jó együtt énekelni. Nem sokára, pár perc múlva együtt fogunk majd énekelni, magasztalni az Isten. Igazából, ha a szívünkből éneklünk majd, akkor bekapcsolódunk a mennyei kórusba. És próbáljuk meg majd ezt így is tenni. Mert van egy harmadik dolog, a békesség, amit azt mondta az angyal, hogy akik Isten jó akaratában élnek, és a szívük tele lesz ezzel a jókarattal, azoknak az életében a békesség jelenik meg. Nem háborúság, nem a veszekedés, nem a gyűlölet, nem a harag, pedig ezek mind mindenhol ott vannak a családban is. Veszekedünk, kiabálunk, neheztelünk, rosszat mondunk egymásra, tele van ezzel az életünk. Isten pedig azt a békességet hozza el, hogy valóban a másikat értékeljük. Hogy igazán jóba legyünk, hogy jót akarjuk a másiknak, a legjobbat akarjuk. Ez az Isten békesség, hogy a legjobbat akarja nekünk. Nem csak egyszerűen jót akar, valamit egy kicsit adok neked az időmből, az energiámból, hanem a legjobbat. Ez a békesség. Amikor nem csak, hogy nem háborúzunk, hanem a legjobbat akarjuk egymásnak. A mindennapi életben ez úgy lehetséges, úgy építheted egyébként, ha imádkozol másokért. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez kevés, hogy mi az, hogy csak imádkozok másokért, kérem Istent segítségét, áldását, és hát ez miben segít? Hihetetlen sokat. Először nekem, aki imádkozom, és azoknak is, akikért imádkozom. Látszólag nem történik semmi, de először a mennyben valami elindul. És Isten pontosan tudja, hogy mikor fogja azt megvalósítani. Soha ne felejtsd el, a békesség itt kezdődik, hogy kinek is adtad át az életedet Jézus Krisztusnak, és ha átadtad a békességed, nem itt a földön fog majd megszűnni, hanem Isten békessége végig kíséri az életed. A pásztorok ezzel az örömmel mentek tovább. Soha nem felejtették el ezt az éjszakát, nem tudták elfelejteni. Nem olvasunk semmit róluk többet. Nem tudjuk, hogy mi lett velük. De nem volt érdekes. Egyet tudunk majd ott, a mennyben, mert nekünk is megnyitotta Jézus az út, majd megkérdezhetjük tőlük, hogy mi lett velük. Ha akarod tudni a történet folytatását, fogadd el Jézust, és találkozhatsz, mert megkérdezheted majd tőlük. Most viszont a te történeted, a te életed folytatódhat azzal a szeretettel, azzal az örömmel, azzal a békességgel, amit az Isten ad. Legyen ez teljessé az életünkben. Egy karácsonykor ez csak figyelmeztessen rá. A gyermekeink, a jövőnk, és mindaz, amit az Isten bennük és az életünkbe elkészített. És most majd az közös dicsőítésbe, éneklésbe folytassuk majd Isten magasztalását. Amen.